Ezt a templomot tényleg 80 éve kezdték el építeni, mert aztán későbbiek folyamán egy évvel később lett felszentelve, tavasszal, de tavasszal kezdték el, mint ahogy látszik is, hogy 1938-ban kezdték el építeni ezt a templomot. Itt 1773-ban volt, építették az első templomot, az a temető közepén volt, bizonyos értelemben a falu a közösség szélén, de ugye itt a helyi adottságokat tekintve, ugye a Duna környéke miatt, ezért kellett dombot keresni ahol. De kisebbik folyamán ezek a problémák már megoldódtak, és akkor nyugodtan lehetett 1930-as években újabb területet keresni. Három terület közül választottak, és végül is ezt a közösség közepén lévő területet. Sőt, azt lehet mondani, hogy ugye nagybácsán vagyunk, és figyelembe vették még a kisbácsiak kérését is, hogy lehetőleg nekik se kelljen messzire menni templomba, ezért éppen a szitás domb közelébe épült az új templom. Itt az új templom építésének gondolata már az 1910-es években felvetődött, de aztán későbbiek folyamán valószínű, hogy az első világháború is az ezzel kapcsolatos gazdasági kérdések ezt háttérbe szorították, majd utána a 20-as években egy egyházi vallásos felvirágozásnak, gondolkozási felvirágozásnak lehetünk a tanúi. Ide kerültek az Orsét, a kedves nővérek is, nekik volt rendházuk és iskolájuk, majd pedig 1936-os években kezdtek el újra foglalkozni a templomépítéssel. Ugye akkor ez az egyházközség még az esztergomi érsekséghez tartozott, ugye mint Szigetköz egésze, és ebben az értelemben onnan kaptak még a segítséget a bíboros úrtól. És magáról az épületről mit kell tudnunk? Hát az épület a 1930-as évek sajátosságait hordozza magában. Győr egyetlen Szent István tiszteletére épült temploma, teljes egészében téglából épült, ugye az akkori lehetőségeknek és adottságoknak megfelelően, és Borsa Miklós volt az, aki a templom terveit elkészítette, sőt, ő volt az, aki a későbbiek folyamán a főoltárképét is elkészítette, ez Borsa úrhoz kapcsolódik. És ugye itt nem csak Szent István királlyal találkozunk, hanem az Árpádházi szentekkel. Ugye ez alapján, ha az ember nem látná az építés, illetve a szentelés dátumát, akkor is nagyjából az 1930-as két világháború idejére tudná tenni arra a vallásos. És itt mindenképpen szeretném, főleg az, hogy most is készülünk az eukarisztikus kongresszusra, tehát a figyelmet felhívni arra, hogy ugye az eukarisztikus kongresszus évében épült. Hogyan ünnepelték meg ezt a jubileumot? Ezt a jubileumot hát már korábban kezdtük el tervezni és készülni rá. Természetesen úgy, hogy 3-4 éve hosszú tervezés után, valamiképpen úgy, mint annak idején az ősök, amikor téglánként hozták össze a templomra való téglákat, mi is a meglévő adottságunkat hordtuk össze, és ebből igazából a templom külső felújítását teljes egészében elvégeztük. A szokásos módon, hogy itt minden évben megünnepeljük Szent István királyt, ugye augusztus 20-ai búcsúi Szent Mise, amit most dr. Veres András püspök úr celebrált.